Megvárjuk, hogy visszamenjem. Mehetünk. Itt is van ilyen csodaság? Ó, természetesen megfordult. Mindig csak ott megy, ahol én. Gond van. Ott le kéne futni. De nem így. De biztos, hogy nem így. Nem baj, mindjárt visszajövünk. És még nem mentünk ki Open World. Ez egy egészen különleges stream lesz. Na, menj ki. Hogy? Jó lenne tudni egyébként, vagy nagyon remélem, hogy egyébként itt van bármilyen jó cucc, tehát ezt olyan dolgért csinálom, ezt a killódást, aminek van is értelme. Hát ez... Arra nem számítottam, hogy még meg is fordul. Na mindegy. Egész streamben a tutoriál pálya lesz. Az egyébként a tutoriál már túl vagyunk. Boss lesz a végén, mondja Jani. Na annak tudnék örülni. Fizikailag lehetetlen így megfordulni, de olyan sok kereke van, hogy végül is nem. Ez csak. Ja, hát jó, hát igen, belelóg a falba, ahogy csak tud. Ebből a szempontból igazad van. Ez trükkfelvétel. Ah, nem. Utunk. Nem az én szinten nem van, azt mondod? Te ott hagytad. Hú, de mocsak palánta vagy. Igen, egyébként valóban. Tehát ilyen mondhatnák a From Software fejlesztő, hogy Isten hozott. Az Instant Death világában. De ez a jó srácok, ebből tanulsz. Megnézzük, hogy ott hagyjam-e. Még nem vagyok benne biztos. Jaj. Van velem szemben az íjás csávó. Dír. Majd elszurkapiszkálgatom, mint ezt. Ez megvan, ez easy. Új. Vissza. És ez a csávó, ez egy motherfucker. De ő is meghalt. Nem adjuk fel. Egyébként, ha ebben a streamben nem tudnék kijutni a nyílt világra, az mennyire durva lenne? Az egész streamer idejét igazából elszúrom arra, hogy próbálok itt a föld... Ja, és egyébként csak kérdés. Hogy lesz shortcut, Jani? Vagy végig ugyanezt a szenvedést végig kell nyomni? Lesz shortcut?
Az azért bírnám. Nem talált. Ez csak ereggyel szabad ütni, különben... Különben megmocarant. Gyerünk! Ez a két csávó most már egyre jobban idegesít. Mindjárt jön a haverja. Át tudtam volna menni. Ha eljutsz a bosszig, onnan kezded mindig, de addig nincs. Oké. Okay. Miért súnyulok? Állj föl! Ja, mert a Horizon Zero Dawn óta nyomogatom a... Ez miért volt fél HP-n? Ja, mert hogy ez ide leesett. És mostantól kezdve erre felé jön. Azt lehet, hogy nem kellett volna megvárnom, amíg ott szerencsétlenkedik. Nem hiszlek el. Ez olyan, mint az a Chariot volt a Dark Souls 2-ben. Az Executioner Chariot, az is olyan volt, egy olyan boss fight, hogy körbe-körbe ment egy ilyen... Hát egy ilyen wormos machine-szerű cucc, tehát az volt elég, hogy volt azt hiszem 6 vagy 7 ló a szekér elé kötve, és akkor ugyanígy, mint ez a gép, így konkrétan begyalultak. Nagyon kellett figyelni, hogy meddig mersz így elfutni, és mindig be kellett bújni ilyen boltívek mögé. Csávókám, akivel itt mindig megküzdöttem, az most meg is halt egyből. Na, ha ez visszamegy, akkor nem várjuk meg, amíg lejön. Hanem az lesz, hogy visszaküldjük, és mi mint az állat lesprintelünk. A legaljáig. Így, tehát most nem várom meg. Hanem itt lejövünk. Mert itt lesz akkor időnk. Nyugodj meg. Ez mint hogyha rettetesen kellett volna. Ez micsoda? Itt jön mögöttem, igaz? Egyre lentebb jutok. Szia, Fedeszi! De a terv egyébként hibátlan. Végig kell futni. Úristen, most ez a poison végig fog menni, mert ezt elcsesztem? Ugye nem. Ebben nem megyünk be, hanem a következőbe. Utolsó lyuknál ugor le, úgy gyorsabb, oké. Okay. Oké. Okay. Na, ott még egy másik delikvens is amúgy. Megvárom, hogy visszamenjem. És aztán le fogunk ugrani. Futás! 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 Fut a másik srác, és aki ott ment. Jó, ez meglett. Hol van?
Itt jön mögöttem. Úristen! Úristen, normálisak vagytok, hogy ketten vagytok itt? Nem lehettek itt ketten. Itt jön mögöttem! Ez nagyon komoly ez a rész, csak ez tetszik. Egyébként ez akármilyen cuccolod van, meg akármennyi képességed, akkor is nehéz rész. Hiszen ugye akkor is ki kell kerülned ezt az akármit, ami jön utánad. Igen. Túl hamar ugrottam le. Most fogy a staminám, érdekes. Azért, mert kombatban vagyok? Ha kombatban vagy, akkor fogy a staminád, ahogy csak bír. Ne sonyulj! Úgy. Ennyire lemegy az aljáig? Ez mi? Ja, ezek voltak az XP-im. Uh-huh. Ja, ott meghaltak egy csomóan. Az tök jó. Futunk. Itt lehet elmenni oldalra. Úristen, gyere gyorsan, mert meghalok. Nem mondott komolyan, hogy ez lemészárolt. Eddig tök jó. Eddig adja. A hangulat az megvan. Kíváncsiak, milyen boss lehet itt. Tehát milyen rémség tanyázhat egy ilyen iszonyatos pusztulat helyen, mint ez? Gondolom, azt sem fog rajtam sokkal rövidebb idő alatt végigmenni, mint ez. Ajaj. Igen. Már sem elsőre ölöm meg. Ezt azért öltem meg, hogy ne legyek kombatban, de így is kombatban vagyok. Most kerültem ki kombatból. És akkor így nem megy le a staminám. Itt jön mögöttem. Úristen. Utolsó pillanat volt. Ő most tovább ment. Hát ketten is lőnek.
Oh, shit! Oh, te jó ég! Amit most csinálsz, az a boss run. Nem, azt mondja Jenny, hogy ez nem a boss run, hanem utána már mindig ott kelsz föl nála. Azok most meghalnak. Luring out required ahead, azt mondja. Hát akkor gyere ki. Ezt mondta, ezt csináljuk. Nyugodj meg! Ott jön a végzetet, haver, meg az egyém is. Az jó lenne, hogyha rá lehetne menni a tetér, és te irányíthatnád. A boss lefelé van, most felkanyarodtál. Úristen. Hogy itt még van egy külön út is egyébként? Ez mi volt? Nem lehet lejönni, mert ide raktak üzenetet a többiek, de király. És most el fog kapni a poison. Oh, utolsó pillanat volt, hogy nem. Alig várom, hogy játszassak vele. Nem hiszek neked. Ezek után ezt már nem hiszem el. Ez nagyon aljas kis pöcsit amúgy. Na jó, ígyunk egy esztuszt, aztán megvárom, hogy azonnan visszajöjjön, és amikor elindul fölfelé, akkor fogunk innen lemenni. Most. Amúgy nincs full damage. Lesz-e itt baj, nem kevés? Hát igen, lesz. De ezt szeretjük ebben. Ez nincs is baj. Meg tudom, hogy nem kéne itt nekem még itt járnom. De csak azért is. Itt jön mögöttem. Itt jön. Ez annyira vicces amúgy. Otunk. Valamit még eltaposott egyébként ott fent. Ez mi? Ez mi? Itt most mi történik? Ez a boss? Itt még nem is voltam, de hogy kanyarodtam el erre? Mert hogy ott lenne egy útválasztó, hogy merre megyek. Menjünk át a misztem. Kezdj csókolom. Uramisten. Hello. 53-at sebeztem rajta összesen. És a levegőbe is ütöttem egyet. Csak hogy érezze, kivel van dolga. Mágiát azt annyira nem szereti, én se. Itt meg. Srácok! Menjünk tovább, amikor megláttam, hogy 53-at sebeztem, akkor... Nem, menjünk tovább.
Mindenkitől szkúzi, de ezt muszáj voltam megnézni, menjünk tovább, mert nem sebzek rajta, majd visszajövünk később. Jól van, oké, tehát vegyük úgy, hogy ez a 20 akárhány perc, ez nem történt meg. Igen. Ó, becsodás, minden itt. Tárárárárá. Ez itt micsoda? Ez egy lift. És ez itt mi? A lift az elment a P-be. Véletlenül átugrottam rajta. Én no problemo. Annyira jó, hogy mindig ráteszik a többiek az üzeneteiket arra, amit meg kéne húzni, mert mindig csak a message-et nyomod meg. Ez túl kemény volt még nekünk, srácok, ezt be kell ismerni. Ez ilyen. A Dark Souls az ezért jó. Na már mindenki nagyon emlékezni fog erre a bossra, ide még visszajövünk majd bosszút állni. És itt egy vacsajtó. Na, open! És íme az Elden Ring világa. És megszólalt a zene. Ott egy lovas csávó. És innentől kezdve... Boss út állni. Úristen, és erre rá, még rájön még kettő másik szóvic, ami még rohadványosabb egyébként. Egyébként nagyon-nagyon szép a világ, így messziről elmondva. Gyönyörű. Gyönyörűséges. Amúgy nekem tetszik. És akkor, srácok, innentől kezdve akkor az van... Jó. Innentől kezdve... Ez mi? Ez vagyok én. Graveyard. Cave of Knowledge. Stranded Graveyard. Ringfolk Hero Grave. És ez mi? És innentől kezdve most, akkor az van, hogy oda megyek, ahova tetszik, és akkor kész, menj, amerre akarsz? Te fiú. Guidance of Grace. Ó, hogy ez az aranyszínű kis akármi jelzi, hogy merre menjek. Vagyis hát jelzi, hogy szerintem még lenne a nem rossz irány. Check your current position as well. That's the terrain surrounding structures. Innentől kezdve tudsz jobban szétnézni, gondolom, a világban. Hát én is erre gondolok. Oké. Okay. És akkor ez lesz a térképünk, gondolom. Igen, hello. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you, tarnished?
you may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path to castles, the home of the decrepit. It's time you set to Castle Stormvale. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Okay. Aha. És akkor innen jöttünk ki. Érdekes színe van itt az égnek, a skyboxnak, ilyen tök furcsa. Ez mi? Ha itt meg tudnék idézni bárkit. Aha. Okay. First step. Igen, lehet ugrani is, azt mindig elfelejtem egyébként. És ez meg jelzi, hogy merre menjek. Gondolom azt jelzi, hogy akkor menjél arra, te fiú. Igen, ez itt, aha. Érdekes, mert ilyenkor egy nagyon-nagyon picit az ember így elkezdi magát ilyen elveszettnek érezni, hogy ugye most kinyílt a világ, hogy akkor most úristen mit csináljak. Hát végül is mit csinálnék? Menjünk arra, merre mondja. Ott sétálgat valami. Rovafruit. Aha! És ez is dobott cuccokat. Tehát akkor gondolom, ez is kell majd nekünk később. Most nem tudom, hogy ebbe a lovasba én belekössek-e. Hát nem tudom, srácok, hogy most ebbe én belevessem magam, most elég volt a gyökérkedésből már, úgyhogy én inkább most őt itt hagyom. És akkor menjünk ide ebbe a templomocskába. Ha jól hallom, akkor jön utánam. Nem jön, csak sétálgat. Ez egy templom? Templom ez, aha. Igen, ide is mutatja a fény, hogy jöjjünk. És itt ül. Aha, értem. Plusz 3 még, de majd találkozni fogunk majd olyanokkal is, akik képesek, hogy még többet vigyenek fönt. Ez mi? You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something?
I am Carly, purveyor of fine goods. És akkor most én itt vásárolgathatok. Shop menü. Jó. Ja, de nincs nálunk semmi. Nincs nálunk szól. Úgyhogy nem tudok venni semmit. 200-ért lehetne venni egy torcsot. Arrow, bolt. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Én nekem is olyan van, mint a téllapú ruhában lenne egyébként. If you can spare the rooms, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. You know, you should buy yourself a crafting, crafting kitet mondja, hogy azt vegyek. Nem tudok venni nála egyébként most semmit. Hát, ha csak nem adnék el neki, de most nem akarok már most eladogatni cuccokat. Pihenjünk itt egyet szerintem. És akkor ide tudok utazni? Csak simán megnyomom. Aha, ide már nem, de ide is. Ó, ennyi a gyors utazás akkor, hogy fogod magad, megnyomod és kész. És itt a map az nem fedeződik föl? Amúgy. Van, igen, hát gondolom az open world elemek miatt tették be, hogy... hogy akkor legyen térkép. Flasks, az jó így. Liv. Még az lenne az érdekes, hogyha... még ha lenne minimap. De azt nem csináltak. Aha. Menjünk errefelé? Errefelé mutat. Azt látom. Azt látom. Aha, meg itt tudom is rögzíteni a hádot. Aha. Igen. Hello? Mindig olyan érzésem van a Dark Souls játékokban, hogy mi vagyunk itt. Tulajdonképpen a betolakodók. Normális vagy? Hát majdnem megijedtem. Áú! Paraszt! Ide ütött konkrétan a torcsal. Nem dobtatok cuccot? Ó, van, de jó. Ezt imádtam a Dark Souls 1-ben is. És ezt őrizted itt. Hát. Ez igen. Itt egy barlang. Menjünk be killódni. Nem, csak vicceltem, nem menjünk be. Menjünk tovább, amire a küldetés mondta, de azért csak benézek, hogy mi van itt. Hello? Majd arra lehet ülni. Le is pihenünk.
Most erre nem nézek le, srácok, majd ide meg benézünk később. Én nem tudom, ez mi lehet itt, de majd megnézzük. Ja, és akkor most teljes respawn, ahogy szokott. Most meg itt áll egy Estus, ez komoly. Nagyon jó. Sneaking. Más is ezt csinálta. És akkor megyünk... Ezért mindig olyan iszonyatosan durva, mint hogyha nem is tudom mit szúrnék bele. Ott is ott egy soldier. Ezeket miért ölögetjük amúgy? Mondom, majd kiderül. Bitang. Valamilyen fajta romok itt ezek. De fel lehet bugolni? Fel hát. Valahogy jó. Ez az ugrás, ez jó ötlet volt. Ruin fragment. Valahol hallok itt én még valamit. Ott egy malac. Ez micsoda? Nem lehet fölvenni. Jaj. Jó reggelt. Kukri. Melyik játékban is volt a kukri? Azt hiszem a 3-ban hozták be. Igen, a 3-ban volt kukri. A 2-ben még nem volt, vagy volt már a 2-ben is kukri. Az 1-ben nem volt szerintem. Ez micsoda? Hát be! Teardrops, crabs. Crimson, crabs, 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 flask. Flask that match their type, power, they can't finish more flasks than your maximum amount allows. Hát, ez végül is nem rossz, így akkor nem kell mindig visszatérni. Ez nekem jön. Ez hülye. Tehát akkor a röfik azok jönnek. Dead. És azok a solymok, azokat is le lehet lehet. Minden meg lehet ölni. Fölé. Érdekes egyébként ezeket az állatokat így ölöködni. Most gondolom majd a craftingban lesz ennek értelme. Egyelőre még nem látom magam előtt, de mindegy, azért szedünk mindent, mint hogyha kötelező lenne. Minden esetre... Late day. Van-e bármilyen jelentősége vajon ennek? Ez mi? Menjünk arra. Itt van valami rom. Szia, Exterion. Ott áll egy lándzsás. És nem a kockával kell sunyulni, hanem az L3-mal. Mert én is a kockával szoktam a Horizon Forbidden Westben legugolni. Ez jó egyébként, ez jó lesz, mert egy rengeteg extus meg fogok majd inni fölöslegesen. Ez tök jól működik ez a mechanika, ez nekem nagyon tetszik. Dobott is cuccot? Nem.
Gatefront Ruins. Oké. Okay. Ő itt leült. És akkor most itt riadót fújt. Fejezd be! Úristen! Itt hányan vannak? Ez egy helyőrség? Nézzétek már hányan összegyűltek ide. Csak nem hajléktalannal tolod, de ez a prisoner. De az nem a hajléktalan, ez a fogoly. És akkor most jön a death run. Hát meghalni továbbra se nehéz. De ez jól is van így egyébként. Elég nagy baj lenne, hogyha Assassin's Creed-szerűen mennénk végig mindenem. És akkor ott vannak azok az emberkék, akik engem most itt kinyírtak. Akkor őt most leszedem. Az előbb ez jól működött. Te dead. Good. Ott vannak az XP-im. De akkor nem innen kéne ide bemenni, mint az előbb, hogy a főúton bemegyünk legugolva, mert az eléggé átlátszó. Menjünk körbe, vagy valami ilyesmi. A nyílt világ miatt egyébként engem annyiból zavar a nyílt világ, hogy így nem látom magam előtt a haladási irányt. Tehát tudjátok, a Dark Souls-okban azért, hogyha egy pár dolgot megcsinálsz, akkor azért ott érezni fogod, hogy na most itt, mit tudom én, itt ezen keresztül mentem. Nyugodj meg. Azt mondtad, hogy PS5-ön fut a legjobban a game. Nekem volt egy iszonyatos nagy hard crash pont a legelején. Ettől függetlenül a továbbiakban jól fut nálam a játék, de ezt nem tudom megerősíteni, mert nem próbáltam még sehol. Megint megittem egy ezt tök fölöslegesen. Ott van egy olyan csávó, ami az előbb nekem esett, és kb. 3 percet megölt. Az milyen fajta cucc amúgy ott? Az mi, az egy emeletes szekér? Ez mint a London busz, csak szekérben. Hogy néz már ez ki? Mi ez? De rossz amúgy, hogy így csinálták meg az üzeneteket. Ez nagyon nagy hiba, mert minden én üzenetre azt hiszem, hogy egy felvehetős tárgy. Mindegyikre azt hiszem. You dead? Itt van egy matéria. 60 FPS-t nem nagyon szereti. Szerintem PS5-ön is lesz majd, akkor bebicsaklik. Majd kipecselik, srácok. Ez még most jelent meg. Hát a From Software egyébként sem volt sosem jó optimalizálásban. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy jelent meg a Dark Souls egy PC-re. Nagyon tetszik, hogy lehet így súnyulni. Ez tök jó. Olyan vadászatban vagyok, srácok. Hát embervadászat van. Az mindjárt észre lesz. Egy másodperc múlva. Ó, ez dobott materiált. Bót volt nála. Ő visszafordult, vagy itt jön? Itt jön, de a magas fűben vagyunk. Nem tudom, PC hogy fut. PC jól fut? Vagy rosszul futott is? Még jó, hogy tök vakok ezek is. Az volt, amelyik engem nagyon megölt. Az ott. Mindjárt azért ott elmegyünk szépen. Ezt őrzik? Ezeket a szekereket őrzik? Akkor ők valami szekérőrök. Volt rá egy Lord Svern Shield, egy ordinári nagy Tower Shield. Ha valaki esetleg szeret ilyen cuccokkal játszani, srácok, akkor jöjjön ide ebbe a Ruinsba, és akkor ki tudja farbolni, meg gondolom dobják ezek bizonyos eséllyel. Ott van, ő ölt meg, az akárki. És még vannak egy csomó, nézzétek meg, van, amelyeknél kutya is van.
Ó, hát itt még rengetegen vannak. A pálya, vagyis a... Pont erre néz. A Ruinsnak ezt a részét... A körzetét azt megcsináltam. Ott a kutya. Gondolom észre fog venni? Hogy itt vagyok a bokorban? Nem. Azt jobban meg kellene kerülni és hátulról érkezni. Most már megvárom, hogy ő innen elvonuljon szép lassan. Egy csatamágus vagyunk, aki itt hátulról sunyul. Ezek mik? Mik ezek amúgy ezek a koponyák? Ezek micsoda srácok? Ezt tudja valaki? Mert erről tutoriál nem érkezett. De felvenni nem lehet egyébként. Még mielőtt bárki beírja, hogy vedd föl. Nem lehet. Ugorjál be. Ugorjál be. Ugorj be. Most. Most háttal van nekünk a kutya. Most kéne ezt ki... De nem így kéne kiiktatni ember, hanem hátba kellett volna szúrni. Ha, már jönnek is. Bújunk. Nem vettek észre, de úgy látom, hogy van ilyen keresés mechanika a... Az NPC-nél most elkezdtek keresni. Na jó éget, áldjon meg téged. És most jön rám. Jönnek rám. Mellé. Ne! 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 Nyugodj meg! Nyugodj meg! Úgy lecsattantam róla, mint annak a rendje arról a távos, ha már most megy vissza. Ha így hátulról elkapják, ha kijátszod. Gondok vannak. Fordulj hátat. Úgy. Így meg nem kapja el. Ha, így elkapja, ha megforgatom. Fordulj csak meg. Oké. A többiek azok cserbe hagyták. Úgy voltak vele, hogy hagyjuk. Soldier Gauntlet. Akkor ki lehet farmolni, gondolom, a gírjüket. Nincs nálunk semmilyen szinten nagyjából semennyi. Találtam egy mepet. Ó, és akkor, ha megtalálod a mepet, akkor megvan a térkép. Ez amúgy tök jó. Ez amúgy tök jó. Nekem ez tetszik. Üst szét. Mit? Mit üssek szét? Micsodát? Ezt? Már tudom, hogy nem most írtad, hanem már 4 perce, de hogy mit üssek szét? A fejekre mondod egyébként, Jani?
És most maradtak itt ezek a kutyak. Jó, van ennek bármennyi értelme, hogy én itt járkálgatok? Semmi. Szerintem itt már most én mindent kiszedtem, amit ki lehet. Minden enemit megöltem. ...1573 rúna van nálam, és nem is kell olyan sok már ahhoz, hogy szintet lépjünk. Ezt mondod, gondolom, hogy üssem szét. Golden rune van benne a fejben. Mm-hmm. Igen. Jó, hogy ez a gyors fegyver van nálunk egyébként. Elég jó a staggeröli. Nézd itt, faszásul nincs-e valami dungeon. Hát más nem is tudsz ebben a játékban csinálni amúgy, csak jól szétnézni. Én azt látom. Tehát, hogy jól szétnézhetsz, meg vannak az optionok arra, hogy te itt mindenfelé szétnéz. De nagyjából ezt tudod csinálni. Tehát, hogy alapvetően nem adja a kezedbe a játék, hogy merre menj, tehát csak felfedezéssel tudsz rájönni arra, hogy pontosan mit kellene csinálni. Úgyhogy, ja. Ez itt valamilyen típusú tav. Az a baj, hogy annyi HP-m van, hogyha valami most még mellém üt is, már meghalok. Ami annyira nem jó. Azt keresni, mi van-e itt bármi, ahol le tudok ülni, esetleg pihenni. Ezeket már akkor is alom, ha nem kéne. Kapunál van egy bonfire, oda ülj le. Ami ott van a ruinsnál. A reám lehet, hogy nem is kell. Mert ez újra tölti az esztuszaim. Mármint nem ezt, hanem ezt. Szuper. Így már meg is vagyunk, és akkor nem kellett újra rezetelnem. Töty. Alig várom már, hogy legyen lovam. Ott van egy ilyen bonfire osszá, szerintem. Én azt látom. Ott van. Ide is mutatnak egyébként a csíkok. Látjátok? Ezt a bonfire osszát jelölték ki egyébként is. Csumpa. Üljünk is le. Ide kellett jönni. Kezit csokolom. Egyébként nagyon lassan haladok? Vagy ez az alap, ahogy én haladok? Nem tudom, nem néztem más streamereket. Bár nem is akarok rohanni a játékkal, de ez nagyon-nagyon lassú, amit most itt én csinálok, vajon? Traveler from beyond the fog. I am Melina. I
offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They Kick. Serve the two fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Mm-hmm. Hát, accept. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Dale. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment. Odaadjuk neki. Oh. Vigor. The principles you would follow. Nehéz kérdés, mert alapvetően a tervem az az, hogy egy dexterity és mágia. Tehát egy, mit tudom én, egy ilyen, hát talán a battle mage a jó rá, tehát aki fegyverrel is jó, és a mágiájával is jó, és nem is papír. Ezt ide elég nehéz összerakni, mert általában a kizárja egymást. De inkább úgy mondanám, hogy nem jó mágus, nem jó harcos, nem jó túlélő, de azért nem is a leggyengébb, és így ML3-as adná az erejét. A Wiggert azt én most lehet még nem is bántanám. A Dexterity az viszonylag magasan van. Még amúgy csak egy szintet tudok lépni. Ha. Akkor egy Dexterity. És akkor tízesek vagyunk. Szuper. Leave.